A rendszerváltoztatás óta eltelt 32 év egy egész emberöltő, mely alatt a magyar baloldal személyi, szellemi és szerkezeti értelemben is lehanyatlott. Ez tükröződik az elmúlt 4 választás eredményén. Holott a magyarországi jobboldalhoz hasonlóan a magyar baloldal is széles hagyományokkal rendelkezik, mindkettőnek komoly gyökere van a magyar közéletben. Mégis hiány vagyunk ma egy hazai érdekeket szem előtt tartó, autonóm, szellemileg felkészült és személyi állományában is hiteles baloldalnak, ami egyes vélekedések szerint szerkezeti problémákból adódik. Más vélemények szerint a magyar baloldal helyzetét az határozza meg, hogy a globális progresszív hálózatok egyre nagyobb teret nyertek Magyarországon. Erről szól a Mozgásban mai adása, és két vendégem, Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, és Galló Béla, politikai szociológus, a 21. század intézet tudományos főmunkatársa. Szervusz, köszöntelek benneteket. Szervusz. Hát a magyar baloldalról fogunk beszélgetni, ami nem lesz könnyű, ahogy már az elején is ezt jeleztük. Ugye az elmúlt 4/2, fideszes 2/3 mindenképp azt jelzi, hogy valamit biztosan nem értelmezett jól a magyar baloldal, nem jól értelmezte a belpolitikai jelenségeket. András, te hogy látod, mi az, vagy mik azok a jelenségek, amiket nem értelmeztek jól? Hát először is én már a felkonfal és a kérdésfelvetéssel nem értek egyet, mert apróbb próbálkozások, ilyen volt az LMP-jé is, ilyen volt másik oldalról a Türmer-féle munkáspártnak több választáson keresztül a fölbukkanása 90 után, vagy a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak 90-ben, valójában baloldal, politikai baloldal nincsen. A parlamenti politikában nincsen Magyarországon, és nem is igazán volt. Különböző tők és frakciók rendelkeznek befolyással a magyar parlamentben, és ez nagyjából így volt folyamatosan 1990 óta. Ha most ezt kicsit globális kitekintéssel nézem, van egy progresszív jobboldal, ez az úgynevezett hatos fogat, akik vereséget szenvedtek tavaly április 3-án, és van a populista jobboldal, ami döntően a Fidesz kisebb részt, ami hazánkot jelenti, ha a mai 2022 utáni parlamenti ciklust nézem. Tehát te progresszív baloldali, jobboldalnak nevezed? Én progresszív jobboldal, így van, mert akik alapvetően a globális nagytőke zsoldjában állnak, azokat én nem nevezem baloldalnak, mint ahogy a nomenklatúra burzsoázia a politikai képviseletét sem. A Magyar Szocialista Párt minden jobboldali propaganda dacára és minden általuk keltett híresztelés ellenére soha nem volt baloldali párt. Akik a rendszerváltás vagy a kommunista rendszer utáni hegemon elit csoportokat képviselik, akik a nomenklatúra burzsóáziának csináltak politikai képviseletet, azok mindent jelentenek, csak baloldalt nem. A baloldal az pontosan ott kezdődik, hogy korlátokat próbálok a tőkemozgások elé állítani, szociális, ökológiai korlátokat. Igen, azonban a magyar választók másként látják, ők szeretnék sokan a baloldalt látni a jelenlegi magyar ellenzékben, ami viszont, tehát ennyiben talán ők másképpen értelmezik a dolgot, de talán nem kapják meg azt a magyar baloldalt, amit szeretnének, és egy dermedtséget látunk, egy válságot látunk a legutóbbi 22-es vereség óta. Te hogy látod, Béla? Mi az oka ennek a dermedtségnek? Nehéz lesz itt vitaműsor produkálni, mert ezekben a kérdésekben Andrással legrégóta egyetértünk. Én is mindig el szoktam mondani, hogy nyelvpolitikai értelemben értem én azt, hogy a Fidesz baloldalnak nevezi a mai parlamenti patkónak azt a részét, ami nem ő, fogalmazzunk így. De hát ez valóban, hogy kicsit megkaparjuk a szónak a szociológiai értelmében, de akár ideológiai értelmében is, ebben is igazad van, András, akkor ez nem baloldal. Tehát itt ugye megint azt kéne nézni, hogy előre bocsátom, hogy az a baj, hogy szerintem szociológiai alapkutatások Magyarországon a politikai tagoltságot és a társadalmi tagoltságot illetően nincsenek és hiányoznak. Nem is tudom, mikor voltak utoljára ilyen alapvető szociológiai... Kádár rendszerben, Ferges Zsuzsa, és talán utána is volt még egy-két próbálkozás. Pedig anélkül, ha komolyan elemezzük akár a politikai helyzetet is, ugye nem lehet megmondani, hogy hogyan tagozódik politikailag az a társadalom, amelyikről beszélünk. Ugye ilyen értelemben ennek a kutatások nélkül nem nagyon lehet beazonosítani ezeket a szereplőket, de igaza van Andrásnak abban is, hogy az MSZP voltak ugyan olyan periódusai, amikor megpróbálta eljátszani a baloldaliságát, de igazából nem az, mert, és akkor így történetileg kéne azt megnézni, hogy
a 20. századi magyar baloldal története, az azért nagyon divergál. Volt egyrészt a bolsevik hagyományokon alapuló magyar kommunista vagy bolsevista baloldal, volt egy olyan szociáldemokrata hagyomány, aminek a rendszerváltás után nem nagyon voltak igazából életjelei, pontosabban voltak, csak azt eltaposták, mert ez volt az MSZP-nek az éppen akkor az érdeke. Azt mondjátok, hogy jelenleg a magyar parlamentben a jobb oldal vetélkedik a jobb oldallal, kicsit kisarkítva ezt az egészet. Na jó, de akkor beszéljünk arról, hogy azért van rengeteg magyar választó, aki igenis baloldali érzem, igenis bizonyos szociáldemokrata hagyományokat is ápol, akár a szülei, nagyszülei révén. Akkor tegyük fel a kérdést, hogy hova lett az a baloldal, amelyik még baloldal, mi történt vele egyáltalán? Hát először is itt tényleg, tehát kapcsolódva Bélánhoz, itt a fogalmakat kéne első körben rendbe tenni, hogy mit értünk baloldal alatt. Hogyha most a magyar valóságból egy picit kiszakadunk, akkor is azt tudom mondani, hogy ha valaki az identitáspolitikai őrület mentén próbálja a baloldal definiálni, zsákutcába jut. Tehát baloldalnak én teljesen mindegy, hogy milyen identitáskampányokat vezényelnek, akár a tengeren túlról is. Baloldalnak én azt nevezem, aki szembeszáll, akár a nemzeti burzsóáziák, akár a globális nagy tőke érdekeivel, és a tőke önmozgása elé próbál szociális, ökológiai korlátokat emelni. Ilyen értelemben, hogyha ebből származtatjuk azt az úgynevezett baloldali értékeket, innen érdemes szerintem közelíteni. Ha meg a hagyományokra kérdezel rá, az alapvető probléma az egyébként még a bolsevik hatalomátvétel előtti. Tehát pont Hatos Pálnak a pár évvel ezelőtti monográfiája világít rá, hogy már Trianon előtt is az akkori Nagy Magyarországon az össznépességnek, ha Nyugat-Európához, mondjuk Angliához viszonyítjuk, nagyon szűkös része volt, pár százezer, félmilliónál nem sokkal több része a szervezett, a szakképzett munkásság, a szakképzett munkásosztály. Uh-huh. Tehát a társadalmi bázisa ennek a hagyományos baloldalnak, a munkásmozgalomnak eleve szűkösebb volt Magyarországon, és Trianon ezt még, miután iparvárosok elkerültek Magyarországról, ez még bevitte egy mélyütést. Ehhez képest a bolsevik hatalomátvétel a legnagyobb kárt paradox módon még csak nem is a jobb oldalnak, vagy a hagyományos jobboldali intézményrendszernek, gondolkodásnak tette minden szólam ellenére, az egyébként sem jó állapotban lévő munkásmozgalmat, ha úgy tetszik, ez a nagyszüleim, dédszüleim generációjának ez egy illúziója volt, hogy Magyarországon egy olyan erős munkásmozgalom van, mint németeknél, franciáknál vagy az angoloknál, ez már 45 előtt sem volt igaz. Nem véletlen, hogy ahogy később 45-ben a kommunistáknak előtte a nyilasoknak volt elég nagy tömegbázisuk a legnincstelenebb vidékein az országnak, de a Rákosi majd a Kádár rendszer a meglévő munkásmozgalmi hagyományokat is, a megmaradt munkásmozgalmi szövedékeket is teljesen szétszincálta. Említetted a tengeren túlt és ezt a szétszincálást, és ugye most is azt látjuk, hogy a bizonyos külföldi finanszírozási botrány kapcsán, hogy a magyarországi ellenzék, akkor nevezzük így, ne is baloldalnak, nem a maga ura, hanem bizonyos progresszív baloldali hálózatoknak a fogságába kezd kerülni, hát a Mi Hazánkot, igen, bár a Mi Hazánkot valószínűleg nem finanszírozta ez az ellenzék, így van. Lehet ezt mondani, hogy felvásárolta az ellenzéket? Lényegében ma ez a tengeren túli balközépnek nevezhető formáció? Igen, de ennek is szerintem története van. Tegyünk akkor vissza az MSZP-hez, igaza van a 45 előtti viszonyokat illetőleg Siffer Andrásnak. De ugye a Kádár korszak azért az egy speciális korszaka volt a magyar baloldal történetének, és összehasonlítva a szovjet birodalmon belüli folyamatokkal is speciális volt. A leginkább voltunk ugye betagozódva, különösen a késő kádári korszakban, a nemzetközi tőke vérkeringésébe, és ez már ideje korán elkezdődött. A nomenklatúra nem párt, hanem inkább menedzser katonái, ezt már nagyon korán elkezdték és felismerték. És úgy jutottunk el a rendszerváltásig, hogy ugye az MSZP-nek az a része, amelyik, illetve az MSZMP-nek az a része, ami MSZP-vé alakult, az tulajdonképpen most leegyszerűsítem, de hát egy ilyen rövid időn belül ez
elkerülhetetlen, hogy két alapvető fundamentumon nyugodott. Az egyrészt ugye a Kádár korszakból következő, és a Kádár korszak iránt érzett úgynevezett, nem szeretem ezt a szót, de most használom, kisemberi nosztalgiákra, ez volt ugye a tömeg, és a nomenklatúrának, a burzsáziát ugye megcélzó nomenklatúrának az önérdekei. Ez volt ez a kettő. Ennek volt a tipikus politikusa a Horn Gyula, akinek ilyen proletár maradék alapon volt némi lelki furdalása azért, ami történik, de hát azért ugye ő is látta, hogy merre van előre idézőjelbe. És ugye ez a konglomerátum a 94-es választásokon visszajött a hatalomba, utána most itt nem részletezett, de okok miatt ezt elveszítette, és onnantól kezdve, különösen ugye, amikor Gyurcsány megjelent a színen, akkor már ezt a proletár maradékot, ami a Horn Gyulának a politizálásából következett, már ezt is félresöpörte, és akkor Gyurcsány ugye beállt az európai folyamatok, szociáldemokrata folyamatokon belül az úgynevezett harmadik utas irányba, ami egy ilyen second hand, hogy is mondjam, követés volt természetesen, emlékszünk ennek a táncos jeleneteire, meg másokra is, és onnantól kezdve pedig már aki az MSZP-t baloldaliként azonosította, hát az milyen értelemben volt baloldali? Egyetlen olyan szegmenset mondjunk, ami a Gyurcsány éra alatt baloldali volt. De akkor azt is lehet mondani, hogy lényegében Nagy Imre 56-os néhány fellobbanásán kívül a magyarországi baloldal sosem volt önálló, sosem volt szuverén, mindig valamiféle idegen és külföldi ez érdeknek a zsoldjában állt. Ez nagyon kérdezem. Nem igaz, ez történetileg nem igaz, csak szerintem itt nem férünk bele a műsorkeretbe. A magyar baloldalt a bolsevik diktatúra lefolytotta, és a magyar baloldal létét jelentő munkásmozgalmat felszámolta. A proletár diktatúra paradox módon pont a saját bázisát számolta fel, ha úgy tetszik. Na de itt azért, akárhogyha a nagyon korán a mai terrorháza épületébe juttatott Deménypára, Weisshaus Aladára gondolunk. De az egész szociáldemokrata mozgalomra gondolunk, azokra, akik nem álltak be önként a kommunista pártba. Ha gondolunk Bibó Istvánra, de akár a népi írókra, akik lehet, hogy ez furcsa mai fülnek, Németh Lászlótól Szabó Dezsőig, ezek az emberek nem jobboldaliként határozták meg magukat. Ez a népi bal volt. Tehát én azért ezekkel a leegyszerűsítő propagandisztikus kijelentésekkel, hogy mert hogy a magyar baloldal mindig a saját nemzet ellen támadt, meg hallottuk ezeket a dumákat, én azért óvatosabb lennék, mert a történeti valóság egy picit más. Annyi kiegészítést tennék, hogy a Magyar Szocialista Párt kormányzása alatt volt két esztendő, amikor baloldali politikát folytatott, ez Medgyessy Péter kormányzása. Ja, igen, volt. Igen, azt elfelejtettem. Medgyessy Péter kormányzása volt, igen. Nem véletlen, hogy a neoliberális megmondó emberek folyamatosan mai napig a Medgyessy kormányt szapulják és tartják a 2010-es földrengés okozójának. És egy Gyurcsány gyorsan le is darált, de csak annyi, hogy ami arra az a vonat, amire egy Gyurcsány felült, amit itt emlegettél, hogy harmadik út, ez a Giddens-i, Blairi harmadik út, ez valójában nem volt más, mint a hidegháború után a globális nagytőke megkezdte az európai észak-amerikai baloldali zöld mozgalomnak a gyarmatosítását. Ennek a beteljesedését látjuk ma a nyugati politikában, az nyugat-európai politikában. Ami a magyar viszonyokat illeti, a 94-es koalíciókötés az nem volt egyéb, mint a nomenklatúra burzsóázi és a komprádor tőke házassága. Innen jutunk el máig. De hogy ez miért jöhetett létre, és miért más az utódpárt szerepe, amelyik alapvetően organikusan nem lehet baloldali, hiszen a bukó rendszer kiváltságosainak a politikai érdekképviselete. Gulyás Gergelynek van egy bomotja, nem akarok itt idegen tollakkal ékeskedni, hogy nekünk kommunistából is csak a hazáruló jutott. Ez lehet ezt is ilyen propagandisztikus kiszólásnak nevezni egy politikus részéről, de van benne egy mély igazság. Tehát mindenütt a környéken, a volt szovjet övezetben az utódpártok vagy kifejezetten nacionalisták voltak, hát lásd a szlovák-román kifejezetten hungarofób formációk a rendszerváltások után, vagy a Milosevicsi párt, vagy legalábbis erőteljesen hajlandóak voltak patrióta érdekeket képviselni, gondolok itt a lengyel utódpártra. Ez csak a magyar utódpártra nem volt igaz, és ha már emlegetted a beágyazottságát a késő Kádárkornak a nyugati érdek szövedékekben, ugye erről szólnak Borvendék Zsuzsa és Mező Gábor tényfeltárásai az utóbbi években,
Azért azt is el kell mondani, hogy így is a kádári párton vagy az utód párton belül is voltak mozgások annak érdekében, hogy patrióta irányt vegyen a megalakuló Magyar Szocialista Párt. Ezeket jó részt Posgai vagy Szűrös személyhez lehetett kötni. Nagyon hamar tettek arról, hogy ne legyen ilyen. Ha visszaemlékszünk 90. januárjára, 33 év távlatából, talán éppen most van a Dunagate botránynak az évfordulója. Mi volt ennek a politikai hozadéka? Akta nyilvánossága mai napig nincsen. Az egyetlen politikai hozadéka, hogy sikerült már, bocsánat a kifejezésért, eltakarítani a politikai szintéről azt a Horváth István belügyminisztert, aki Posgai Imrének gyakorlatilag az egyetlen szövetségese volt a nomenklatúrán belül. És okkal pályázott arra, hogy befutó helyet kap a Magyar Szocialista Párt listáján. Innentől kezdve Posgai Imre légüres térbe kerül, és gyakorlatilag vége annak az álmodozásnak, hogy a Magyar Szocialista Párton belül egy patrióta irány érvényesül. Így van, ez olyannyira igaz egyébként, teljesen egyetértek, hogy a Posgait azt nagyon ügyesen. És az MSZDP-t is, Petrasulics. Igen, és azt akarom mondani. Hát ez egy titkosszolgálati manőver. Igen, hogy az MSZP-nek a politikai intelligenciája az azért ebben az értelemben nagyon jól működött, mert fölismerték, hogy a szociáldemokráciának bármilyen revitalizációja vagy inkorporálása az ő érdekeik ellen van. Ugye nem véletlenül lett az MSZP első elnöke, az a Nyers Rezső, aki ezt personálisan is megtestesítette, és az ő hagyományait akarta továbbvinni az MSZP, és ugye ez párhuzamos volt azzal, hogy a úgynevezett népi baloldalt, bármit is értsünk most ezen, képviselőit, és az igazi, autentikus magyar szociáldemokratákat is kiszorította a térféről, és utána Gyurcsány már ilyen értelemben tiszta lapot kapott, különösen, hogy megpucsolta meg. Csak lépjünk tovább egy pillanatra, egy másik szempontot behoznék, a szellemi intellektuális, hát nem képességeket, hanem teljesítményt a mai ellenzéki oldalon. Ugye azt látjuk, hogy a jobb oldalon, vagy nemzeti oldalon 2002 a polgári körök meghirdetése óta volt egy organikus fejlődés, ami ma Békés Márton által megfogalmazott tihanyi gondolatban csúcsosodott ki. Mi az oka annak, hogy ma, akkor nevezzük ellenzéki térfélnek és nem baloldalinak, nincsen semmilyen intellektuális szellemi teljesítmény? Kérdés ellenére, vagy azzal együtt ugyanonnan folytatnám, ahol a Béla abba csak hagyta. Csak mert térjünk ide is. Nem, ugyanarról beszélnék, tehát Posgait, Szűröst nem alaptalanul lehetett azzal kritizálni, elsősorban a liberális oldalról a 90-es években, hogy igazából a konkrét közpolitika csinálásról nem mondanak semmi vereteset, csak szlogeneket hangoztatnak. De volt egy ma már méltatlanul elfeledett erős embere a Magyar Szocialista Pártnak, és a szakszervezeteknek, Nagy Sándor. Abszolút a nomenklatúrából érkezett, a szakszervezetek pártállami főnöke volt, az elnöki tanács tagja volt a 80-as évek elején. És ha egy picit visszakapirgálunk az időben, az MSZP-SZDSZ koalíción belül a legnagyobb botrány, a legnagyobb konfliktus mindig abból keletkezett, amikor Horn Gyula játszotta a palota játékait, és belengedte, hogy Nagy Sándort beemeli a kormányába. Az SZDSZ ezen kezdett el hisztériázni. Mindig. 94 és 98 között. Ezt azért említem, vagy vagyok olyan pofátlan, hogy a kérdésedre válaszként említem, mert Nagy Sándor volt egyszer s mind az a szinte egyetlen politikus a Magyar Szocialista Pártnak 90 és 2010 között, aki nem egyszerűen hatalomtechnikába gondolkodott, hanem ő nagyon komoly gazdaságtársadalom politikai programmal rendelkezett, és próbált is maga mögött egy ilyen szellemi hátországot, egy kutatóintézetet összerakni. És Nagy Sándort később, 2002 után is a Medgyessy Gyurcsány irában fokozatosan szorították ki a kormányzás és a párt centrumából, miközben mondom, szemben akár Posgaival, Szűrössel vagy Szili Katalinnal, Nagy Sándornak egy nagyon is megalapozott alternatívája volt. Nagyon hamar meghalt. Hát ő 15-ben halt meg. Igen, de még fiatal volt. Meg. Persze. Tovább véve ezt a gondolatot, a szellemi teljesítményt, amit ma nem látunk a bal oldalon. Lehet ennek az az oka, hogy ahonnan táplálkoznak ezekből a globális progresszív hálózatokból, ott egyébként lehet írásokat, irodalmat olvasni, hogy megszűnt a szellemi teljesítmény, ugye a különböző NGO-k szlogenek szintjén kommunikálnak. Igen, hát ugye ez is bonyolultabb egy kicsit ez a képlet, mert hogyha az úgynevezett, most nevezzük megint leegyszerűsítve, autentikus mai magyar marxistákat nézzük, azért azoknak van egy-két olyan fórumuk, ami a maguk zárt világán belül produkál ilyen-olyan szellemi teljesítményeket. De ennek nincs gyakorlati cselekvésben megnyilvánuló jelentőség. Nincs is rá igény, ugye a politikai baloldal
idézőjelben értett politikai baloldal része, hogy ezt bevonja a saját. De mondhatnék egyébként nem kifejezetten ilyen elkötelezett marxistákat, de mondjuk aki magát szociáldemokratának nevezi, a Pogácsa, ugye, aki szintén rendelkezik egy olyan felülettel. Pogácsa Zoltán közgazdász. Akinek vajmi kevés köze van szerintem a mai magyar valóság értelmezéséhez, abban az értelemben, hogy a politika bevonná ebbe. Tehát itt vannak azért én így skanzen baloldalnak nevezem ezt, hogy vannak szép szellemi építmények, meg lehet nézni, még akár csodálni is lehet, akinek erre van hajlandósága, csak lakni nem lehet bennük, mert nincsen a társadalomba horgonyuk, vagy legalábbis én így látom. Ami meg ugye az úgynevezett, hát igen, ezt most nehéz lenne az MSZP ideológiai teljesítményét és szellemi teljesítményét okadatolni, mert én sem látok ilyet, de ami van, ugye most utalok a Gyurcsánynak arra elhíresült könyvére, a Úton vagy Útközben, nem is tudom, mi volt a címe, amit a hatalomra jutásra írt. Hát az tényleg egy second hand vissza, csúnya szóval visszaböfögése annak, ami a Giddensi meg a Blairi dolgokban van, de ezen kívül nincsen, és a valósághoz való viszonyuk is nagyon a médián keresztül, és a saját politikai érdekeiknek a papagájszerű, hogy is mondjam, hajszolásán keresztül nyilvánul meg. Tehát nem látom a szellemi teljesítményt, és állandóan, és bocsánat, hogy kicsit hosszabbra eresztettem, a rendszerváltás kezdete óta ez az egész szellemi hinterland, amit most megpróbáltam összefoglalni, ez lépésről lépésre épült le. Tehát arra nem fordítottak gondot, hogy ezt ilyen szocializációs folyamatokban átadják a fiatalabb generációknak. Tehát a Gyurcsány fölélte azt, amit talált, ellentétben mondjuk a jobb oldallal, itt említetted Békés Márton nevét, meg másoknak a nevét is, akik step by step építkeztek az elmúlt évtizedekben, és azért van most ez a hatalmas diszkrepancia, ugye a magyar közéletben, ami azért eléggé szembetűnő, úgy gondolom én legalábbis. De egyrészt az igazság kedvére azért ezt el kell mondani, de hát ezt lényegében erre már Béla is utalgatott, hogy a radikális baloldalon a mai marxista gondolkodók között azért vannak jelentékeny szellemi teljesítmények, vannak gondolkodókörök, tehát itt Kis Viktor filozófustól Artner Anna Mária közgazdászig vannak ilyen gondolkodók, ezek a lehető legkevésbé értenek egyet, vagy vannak fedésben a jelenlegi hatpárti ellenzék kommunikációjával, vagy politikai praxisával, és ezek valóban zárványszerűen léteznek, nem kapcsolódnak pártokhoz. De ez létezik. Szociológusok között is van néhány olyan, aki kifejezetten egy radikális baloldali gondolkodást visz, képvisel, és nem kapcsolódik pártokhoz. Fiatalok között is vannak ilyenek. De ez csak az igazság kedvére. A másik, a nagyobb probléma, amire próbáltál rámutatni, az még csak nem is az MSZP, tehát nem is a rendszerváltás utáni időszakból eredeztethető, hanem tulajdonképpen már a Kádár rendszerből. A Kádár rendszer minden ellenkező híreszteléssel ellentétben Kádár, illetve Acél nem is törekedtek arra, hogy a saját szellemi elitet építsenek. Kádár konszolidálni akarta, és Acéllal konszolidáltatni akarta a rendszerét az 56-os megtorlás után. Szellemi elitépítés Magyarországon a bolsevikok által 45 és 53 között történt. Kádár az 56-os forradalom után nem akarta azt, hogy még egyszer itt az értelmiség lázadozzon, az írók, a különböző filozófusok, szellemi emberek, erre az idézőjelbe piszkos munkára, vagy nem is annyira idézőjelbe piszkos munkára, hogy ne legyen több ilyen, Acélt felhasználta. De mikor elérünk a késő Kádár korban, valójában az történik, hogy a halódó vagy szétrohadó Kádár rendszer saját szellemi hatóerővel már nem rendelkezik. Kiürül, menedzserek lakják be, ugye erre a Béla utal, és a valóság magyarázók a 80-as évek végére már nem marxisták, mint ami Kádárnak a vezérlő ideológia, nem marxista-leninisták, hanem neoliberálisok. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen nem marxista közgazdászokat, hanem neoliberális közgazdászokat képeznek. Fiú. Így van, és a 94-es koalíciónak is valójában az a hozadéka, hogy a szellemi magyarázó erőt a kormányzáshoz az SZDSZ-től várja, mint egy Horn Gyula, és az a neoliberális világmagyarázat, amit nem egyszerűen az SZDSZ terjesztett, ami úgy tűnt
a hidegháború vége után, hogy egy konszenzust jelképez az egész globuszon. Az először 2000-ben elkezd repedezni, majd a 2008-as pénzügyi válsággal széttörik. Bocsásom, nagyon fogy az időnk, és mindenképpen egy utolsó közös kérdést muszáj feltenni, mert a jövőről szól. Láttok esélyt egy baloldali, szellemi, kulturális, ideológiai mozgalom kialakulására ma Magyarországon, ami képes ezt a dermedtséget megváltoztatni, és a dermed politikát, amit ma az ellenzék képvisel, valahogy felfrissíteni, valahogy új embereket behozni ebbe a történetbe? Hát röviden és tömören válaszolhatok, én nem igen. Éppen azért nem látok, mert ugye ez a eltorzult folyamat, amit itt mind a ketten próbáltunk lefesteni, ez most az úgynevezett progresszív irányzatba torkollott, és ugye ez a progresszív irányzat, ez igen agresszíven próbálja a saját világértelmezését rányomni egész Kelet-Európára, egyébként Nyugat-Európára is, de Kelet-Európára is, és ezt áttörni úgy, hogy ennek legyen nem csak szellemileg, hanem társadalmilag is valamilyen bázisa, hát elég erős fantázia kell, hogy én ezt most el tudjam képzelni, de ugye azt szokták mondani, hogy egy ilyen kapitális közhelyet mondjak, hogy a politikában, vagy a történelemben soha nem mond azt, hogy soha. Szerintem zárójelben lehet azt mondani, de nem, nekem ez most nem tűnik olybá, hogy ez olyan egyszerű feladat. Na, de hogyha megvan az intellektus egyébként, akkor egyfajta bázis lehetne, amit említettél. Ha Lesz. Van egy olyan lázadáson erre szemben, amelyik nagyon világossá teszi azt, hogy nem a globális progresszív hálózatokban, nem a kritikátlan nyugati mintakövetésben, nem a cégek által terjesztett identitáspolitikánál keres menedéket, akkor lehet baloldali politikai ébredés Magyarországon. A sors iróniája viszont, vagy a történelem iróniája viszont az, hogy ma ahhoz a pozícióhoz, amelyik úgy száll szembe a NER-rel, hogy közben nagyon világos határvonalat húz a globális progresszív hálózatokhoz képest, ehhez a pozícióhoz, mondom, ironikus módon ma a mi hazánk van a legközelebb. Igen, és ugye, ha még szabad ezt a problémát megnyitni, amiről úgyse fogunk sokáig beszélni, de András is többször említette már egyéb műsorokban, meg írásaiban is, tehát ez a szuverenitás probléma. Vagy én leszoktam ezt magyarra fordítani, hogy a önrendelkezés, ez a szó makro és mikro értelmében is, ezt, ha nem vállalja föl a baloldal, szemben ugye azokkal a bolsevista hagyományokkal, amelyek a proletár internacionalizmus nevében olyan problémátlanul átülnek most ugye a globalizmus szekerére, akkor itt nincsen mit tenni, mert ebben sajnos, illetve nem sajnos, hanem azért sajnos, mert nem ismerik föl, ebben ugye az úgynevezett progresszív jobboldallal is lenne közös érintkezési pont, mert ugye ez egy olyan téma, ami össze kellene. A népi bal, amit már említett. Tehát rövidebbre vágva, én azt gondolom, hogy a globális kapitalizmusban, a 21. században a baloldali politikának szükségképpen, ha úgy tetszik nemzetinek, ha jobban tetszik, szuverenistának kell lennie. És ennek ma nem látjátok nyomát semmilyen szinten. Nincs is. Még nem is tudnék példát sem mondani rá. Még abban a progresszív, illetve most a szónak a jó értelmebe vett progresszív baloldali körökben sem, amikről előbb András beszélt, tehát ott nagyon benne van. Szellemi erjedés, tehát szellemi erjedés különböző baloldali csoportokban, műhelyekben van, ma ez a parlamenti politikai felszínen nem is látszódik. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok és beszélgethetünk egy kicsit a magyarországi baloldalról, illetve ellenzékről. Ez volt a Mozgásban januári adása, az elmúlt percekben a magyarországi baloldal helyzetéről beszélgettünk Siffer Andrással és Galló Bélával. Kövessetek bennünket a Facebookon és az Instagramon, minden esetben a 21. század intézet oldalait keressétek. Sziasztok!